napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelen tagjait, köszöntöm Róna Sándor jegyzőurat, a hivatal dolgozóit, meghívott kedves vendégeinket, köszöntöm körünkben Farkas Józsefet főkapitány urat, köszöntöm Teleki Zoltán kapitány urat, és természetesen tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 11 fő, az ülés határozat képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változtatással, hogy a 12. napirendi pont helyébe az előterjesztés a települési szilárd hulladékkezelési díj megállapítására című napirend lépjen. Aki tudja ezt támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Javaslom továbbá, hogy 16. napirendi pontként kerüljön felvételre előterjesztés a Dél-Néni Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázaton való részvételére. Aki ezt tudja támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Van-e valakinek más javaslata? Karcagi Nagy Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők. A javaslatom az, hogy a 11-es napirendi pont történjen levételre a mai napirendek közül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Aki tudja ezt támogatni, kérem jelezze a levételt. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Van-e más javaslat esetleg? Amennyiben nincs, a teljes napirendet teszem felszavazásra, aki el tudja fogadni, kérem jelezze. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, javaslom, hogy a 11-től 15-ig terjedő napirendi pontokat, mivel taggyűlési napirendek, illetve személyes adatokat tartalmaznak, zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület, aki tudja ezt támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, örömmel tájékoztatom a jelenlévőket, hogy március 15-én nemzeti ünnepünk alkalmából Budapesten több karcagi lakos is állami kitüntetésben részesült. Megkérem Róra Sándor jegyzőurat, hogy legyen szíves a kitüntetettek nevét beolvasni. Györfi Sándor Munkácsi és Mennyászki, Szervációs díjas szobrászművész, Balogh Zoltántól az Emberi Erőforrások miniszterétől érdemes művészdíjat vett át. Ez a díj azoknak adományozható, akik a magyar nemzeti kultúra művészi alkotómunka területén huzamosabb ideig kiemelkedő művészeti értékeket hoztak létre, és már rendelkeznek a kultúráért felelős miniszter által adományozott művészeti díjjal. A Karcagi Városi Önkormányzat nevében gratulálok, további sikereket és jó egészséget kívánok. Kérem, fáradjon ki az emelvény elé, és az ajándékot szíveskedjék átvenni polgármesterünktől. Dr. Temesvári Tamás nyugalmazott kerületi főállatorvos az állategészségügy és élelmiszerhigiénia területén Karcag és Tisztafüred térségében végzett 4 évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, az állatvédelmet és mezőgazdaságot szolgáló közösségi tevékenysége elismeréseként Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr magyar érdemkereszt kitüntetésben részesítette. A kitüntetéshez szívből gratulálok, további sikereket és jó egészséget kívánok, kérem fáradjon ki az emelvény elé és az ajándékot szíveskedjék átvenni. Mészáros Zsolt lótenyésztőnek,
a Karszagi Kunlovarda ügyvezető igazgatójának, hagyományos magyar lófajták és más őshonos háziállatok tenyésztésében elért eredményei, lovas turisztikai szolgáltató tevékenységgel egybekötött népszerűsítő munkája elismeréseként dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr Újhelyi Imre díjat adományozott. Továbbá a Jász-Nagykun Szolnok megyei Lovasszövetség Jász-Nagykun Szolnok megyei lovasportjáért díjban részesítette. Az önkormányzat nevében gratulálunk, további sok sikert és nagyon jó egészséget kívánunk. Kérem, fáradjunk ki az emelvény elé, és az ajándékot szíveskedjék átvenni polgármesterhez. Tóth László karszagi népművésznek a népi bútorkészítés és a népi játékok készítésének hagyományait felelevenítő, a jövő számára való megőrzését szolgáló munkássága elismeréseként dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr miniszteri elismerő oklevélben részesítette. Az elismeréshez szívből gratulálok, további sikereket, jó egészséget kívánok. Kérem, fáradjon ki az emelvény elé, és az ajándékot szíveskedjék átvenni polgármester úrtól. Március 22-én az Erdők Világnapja alkalmából Béres Attila erdész kiemelt tevékenységének elismeréseként dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úrtól Pro Silva Hungariae díjat vett át. Karcagváros önkormányzata nevében gratulálok, további sikereket, jó egészséget kívánok. Kérem, fáradjon ki az emelvény elé, és az ajándékot szíveskedjék átvenni polgármesternek. Viszont, hölgyeim és hölgyeim, minden nevében még egyszer szívből gratulálok a díjazottoknak, kitüntetetteknek. Jó egészséget kívánva további munkájukhoz, életükhöz, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, ezek után napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel? Dr. Lukács László, képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők. Én a kezemben tartok egy olyan levelet, amit én utána kérdeztem két embertől, két másik képviselőtársamtól, hogy ők is megkapták, én is megkaptam. Ezen az áll, hogy a Karcagi Fürdő baráti köre, és ez más címzés nem volt rajta sajnos, és egy olyan kérdés áll benne, hogy tisztelt címzet, igaz-e, hogy a polgármester futni hagyja azokat a bűnözőket, akik miatt csúszik, és ilyen drága lesz a fürdőberuházás, és az aláírás az egy gépi aláírás Karcagi Fürdő baráti köre. Én azt szeretném először is megkérdezni, hogy más is kapott-e ilyen levelet, tehát nem csak egyébként Kapusi képviselőtársamat, illetve Andrássy képviselőtársamat sikerült megkérdezni még korábban, hogy ők kaptak-e egy ilyen levelet. Tehát, hogy polgármester úr is kapott-e, más képviselők is kaptak-e, illetve hogy ez gyakorlatilag mire véletlen, hogy mennyire fedi egyébként a valóságot ez a kérdés feltevés, vagy hát érdemes-e vele foglalkozni. A másik, hogy akkor csomagban mondjam a kérdéseimet, az Kovács Sándor képviselőtársamhoz hangozna, mert ahogy, és akkor lopom az önök kifejezését, kezemben tartok egy kiadványt, ez a Karcagi Híradó polgári közéleti folyóiratnak nevezett szám, aminek az impresszumában az áll, hogy a felelős szerkesztője Kovács Sándor úr, tehát csak ezért kérdezem meg tőle, illetve ezért kérdezem, hogy az utolsó cikkében többször, hát írták, úgy gondolom, hogy az én nevemet, mert Lukács Lászlót és képviselő úrat írtak. Nem tudom, hogy képviselő úr egyébként tisztában van vele, hogy hívnak, mert egyébként nagyon szívesen odaadom itt
a személyigazolványomnak a másolata. Én ezt nem tudom máshogy hordani, ezt így állították ki, ráadásul Karcagon az okmányirodában, és így is használom. Nézze, képviselőnök, én elnézem, hogy esetleg nem emlékszik a nevemre, hiszen rekorddel itt a hiányzásokban, ebben a ciklusban, és a jogi ügyrendi bizottságban is, hát szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hányszor volt jelen. Tehát én nem hibáztatom azért, hogy esetleg, mint felelősszerkesztő, nem ismeri fel, hogy a nevemet nem úgy írom. Igazából nem akartam nagyon szóvá tenni ezt, de úgy gondolom, hogy hát csak valami helyretételre van szükség, hogy a közeljövőben esetleg, hogyha tudja, akkor így írja le a nevemet. Egyébként nagyon örülök neki, hogy viszont látom a nevemet az újság hasábén, mert azt jelenti, hogy dolgozom, munkát csinálunk, eredményünk van, még hogyha ezek egyébként önöknek vagy önnek személyesen ez nem is tetszik. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Köszönöm szépen, először az első kérdésre, hogy reagáljak. Én magam is kaptam ilyen levelet, gondolom mások is. Miután névtelen levéllel nem szoktam foglalkozni, mások sem nagyon szoktak foglalkozni, így tártalannak vettem ezt a írományt. Nem is tudok válaszolni senkinek, hiszen nincsen feladó, nincsen semmiféle cím, mintha meg sem történt volna. A második kérése képviselő úrnak, nem tudom, hogy testületülése tartozik-e egyáltalán, hiszen itt a napi rendekkel kapcsolatos, a város sorsát érintő kérdésekre szoktak rákérdezni, általában engem szoktak interpellálni, nem egymást a képviselők. Ez teljesen szokatlan, és hogyha egy kicsivel többet figyelné a testületüléseket, vagy az országgyűlés munkáját, akkor tudhatna, hogy nem egymást kérdezgetik ott a képviselők, hanem bizonyos témákban tesznek fel kérdéseket, de hogyha Kovács Sándor képviselő úgy gondolja, hogy szeretne válaszolni, most kivételesen lehetőséget biztosítok erre. Megadom a szót Kovács Sándor képviselőnek. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Én is kaptam egy ilyen névtelen levelet, nem is tudtam mire vélni, nem is tudom, hogy ki írta, nem volt aláírva. Én is megkérdezem, hogy nem ön írta, képviselő úr? Akkor azt mondta, képviselő úr azt mondta, hogy nem, tehát egy embert ki lehet zárni, még egyet ki lehet zárni, én sem írtam. Úgyhogy körülbelül erről a névtelen levélről ennyit. András itt, hogy mondjam, kontrázott, és azt mondta, hogy ő se írta, úgyhogy akkor már három embert ki lehet zárni. A másik sokkal fontosabb dolog, hogy egy újságban megjelent egy név, és képviselő úr adott nekem egy fénymásolatot, igen, felismerem dr. Lukács László György, de biztos a fénymásoló hibája, a nevet felismerem, de ezt a sötét arcot, itt ami rajta van, nem. Gondolom, ahogy mondta, ez az ön személyigazolványa. Köszönöm szépen, mondom, a név az olvasható, a fénykép, de mondom, ez bizonyára a fénymásoló hibája, nehezen kivehető. Nem mertem volna megtippelni, hogy ki van ezen az ábrán. Köszönöm szépen, én örülök, hogy ez a legnagyobb gondja, hogy egy keresztnév, ja is a doktor lemaradt a nevem elől, de majd ezt pótoljuk a következő számba, szerintem egy egész oldalon keresztül, hogyha ez a legnagyobb problémája a képviselő úrnak, és köszönöm szépen ezt a nagyon fontos, nagyon lényegre törő és az egész várost érintő kérdés feltevését. Remélem lesznek még ilyenek, mert ha lehet, akkor tudunk rajta segíteni. Én bizonyára olvasolni fogom, mint felelős szerkesztő ezt a problémát, hogy a neve helyesen és szépen legyen leírva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, két szakember is van közöttünk, akik az azonosításban nagyon sokat tudnának segíteni, majd hogyha gond lesz, akkor felkérjük őket. Van-e további napi rend előtti kérdés, felszólalás? Amennyiben nincs, két testület között történt eseményekről adok egy rövid tájékoztatást. Március 1-től egészen a mai napig. Március 1-én a Kiskulcsosi Tagiskola tornatermében dr. Fadakas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr nyitotta meg a Vesd Bele Magad akció tavaszi munkákkal induló újabb fordulóját. A programon részt vettek Kovács Szilvia alpolgármesterasszony és Csányi Sándor képviselő úr. Ugyanezen a napon a Nimród Biohotel konferencia termében a Magyar Nemzeti Vidékhálózat kerekasztal tanácskozást rendezett minisztériumi szakemberek, az agrároktatás képviselői, gazdálkodók, biogazdák, agrárszakemberek részvételével.
Másodikán került megrendezésre a Karcagi Ipartestület és a Varró István Szakiskola Szaki 2000 alapítványának közös jótékonysági bálya. A bálon köszöntőt mondott Kovács Szilvia alpolgármesterasszony. Másodikán szintén az utazás kiállításon városunk is képviseltette magát. Pánti Ildikó képviselőnő és a Délinné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár dolgozói vettek részt a rendezvényen. Negyedikén került sor az Aranyos Napok rendezvénysorat megnyitójára. Az önkormányzatot Pánti Ildikó képviselőasszony képviselte. Ötödikén Fegyverneken a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében megrendezésre került a Nemzeti Víz Stratégia országjárásának rendezvénye, amelyen Kovács Sándor képviselőtársam vett részt az önkormányzat részéről. Nyolcadikán az Országos Mintamenza Program Jász-Nagykun-Szolnok megyei programindító konferenciájára került sor. A rendezvényen Kovács Sándor képviselőtársam köszöntötte a jelenlévőket, az eseményen Kovács Szilvia alpolgármester asszony is részt vett. 9-én rendezték meg a Györfi Jótékonysági Alapítványi Bált a Délinné Kulturális Központban. A bálon részt vettek Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselő, Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr is. Jó magam köszöntöttem a vendégeket. 11-én a Tiszató Térségfejlesztési Tanács ülésén, ezt követően a Tiszató Fejlesztési Kft. Taggyűlésén Kovács Sándor képviselte Karcagváros önkormányzatát Tiszafüreden. 12-én márciusi ifjak címmel Bérci Emese grafikáit, valamint Pincés Szilvia tűzománc ékszereit és képeit bemutató kiállítás nyílt a Délinnében. Ugyanezen a napon véradás volt a Vöröskereszt szervezésében, szintén a Délinnében. 13-án rendezték a Gyermeképség Alapítvány 15 éves évfordulóját a Kátai Gábor Kórházban. A rendezvényen Pánti Ildikó képviselőasszony és jó magam vettünk részt. 14-én a Györfi István Nagykun Múzeumban Szobor és ünnep született címmel fotókiállítás nyílt Horvai János szobrász emlékezetére. A megnyitón Kovács Szilvia alpolgármesterasszony és Pánti Ildikó képviselőasszony képviselték a városvezetést. 15-én ünnepi városi megemlékezés volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója tiszteletére. Ünnepi köszöntőt mondott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. A megemlékezésen jelen volt a Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, Pánti Ildikó, Kovács Sándor, Molnár Pál, Kovácsné Kerekes Katalin képviselők, valamint jó magam. 22-én a kiváló karcagi sportolókat köszöntöttük a Városházán. Jelen volt Pánti Ildikó képviselőasszony és Csányi Sándor képviselő úr. 23-án az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület nőnapi ünnepségét rendezték meg. Az ünnepségen Karcagi Nagy Zoltán képviselő köszöntötte a hölgyeket, valamint részt vett Kovács Szilvia alpolgármester asszony is a rendezvényen. 24-én nőköszöntő nótagálára várták az érdeklődőket a Délinné Kulturális Központban. 25-én a Szent Pál Marista Általános Iskola pasiójáték bemutatására várta az érdeklődőket az iskolában. Az önkormányzatot Pánti Ildikó képviselőasszony képviselte. 27-én tartották az Avram Herskó természettudományi verseny megnyitóját a Szent Tanúi Sámuel gimnázium és szakközépiskolában. Megnyitó beszédet mondott Kovács Szilvia alpolgármesterasszony. 28-án a Nagykun hagyományozó társulás tartotta a soros ülését. Kovács Sándor képviselőtársam volt jelen Karcag város részéről. Röviden, nagyon összetömörítve ennyit az elmúlt időszak programjairól. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk, beszámoló Karcagváros közrendjének és közbiztonságának helyzetéről. Ismételten köszöntöm főkapitány urat és kapitány urat. Érdeklődöm, hogy az írott anyagot kívánják-e szóban kiegészíteni. Megadom a szót Teleki Zoltán kapitány úrnak. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, kedves vendégek! Csak néhány mondatban szeretném kiegészíteni a beszámolómat. Nagyon nem rabolnám az idejüket. Csak néhány gondolatsort, amit még úgy gondolom, hogy hozzátartozik ehhez a beszámolóhoz. Az elmúlt esztendőben
egy erős és egy határozottan jogszerűen intézkedő rendőrség képét próbáltuk kialakítani, amelyet jól mutat a beszámolóban az a statisztikai táblázat, ahol a kényszerítő eszköz, elfogások, előállítások száma található. Ha itt most még egyszer utalnék rá, hogy 53%-kal nőtt a kényszerítő eszközök alkalmazásának a száma, 53-ról 65-re nőtt az elfogások száma, illetve 351-ről 401-re nőtt az előállított személyek száma. Mindezek jól tükrözik, hogy rendőreink a jogszabály által nyújtott felhatalmazással bátran éltek. Még egy fontos pontot megemlítenék, ez a tulajdon elleni szabálysértések. Úgy gondolom, hogy nem csak a bűncselekmények, hanem ezek felderítése is nagyon nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon, hiszen a lakosság egy részének az a kis érték, amit eltulajdonítanak tőle, az a lezáratlan kerékpár, az a néhány baromfi, az lehet, hogy sokkal nagyobb veszteség, mint ha másnak az autóját viszik el. Összesen 21 főt vettünk szabálysértés őrizetbe az elmúlt esztendőbe, ami jóval magasabb az előző évi számnál. És itt mondanám el, hogy az elmúlt esztendőben 68 főt vettünk bűnügyi őrizetbe, amelyek nagy részét az ügyészség előzetes letartóztatásának indítványára a bíróság előzetes letartóztatásba is helyezte. Viszonyításképp csak annyit, hogy 2011-ben egész évben 30 fő került őrizetbe vételre, és hogyha most hozzáadom a 2013 évi számadatot, jelenleg 37 főt vettünk őrizetbe január 1-től, akkor úgy gondolom, hogy érzékelhető a változás. Részletesen nem részletezném a tulajdon elleni vagy a egyes szabálysértés őrizetek esetében, hogy hány fő lett szabálysértés őrizetbe véve, de elmondhatom, hogy falopás, bolti lopás, fémhulladék lopás, tiltott kijelgés, vezetés az eltiltás tartalma alatt, garázdaság, a távoltartás szabályának megszegése, minden szerepel a palettán. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy köszönettel tartozom a képviselőtestületnek, a polgármester úrnak, hiszen nem volt olyan kérésem, amihez ne kaptam volna maximális támogatást, és úgy gondolom, hogy a város lakossága is az a réteg, akit nyilván a jogkövető állampolgárok, az teljesen a rendőrség mögött áll. Persze van, aki kritizálja a mi munkánkat, hát őket el szoktuk vinni általában, és ugye becsukjuk, ők ezt nem szeretik. 2013-ban a települési önkormányzat, az országos rendőrfőkapitányság és a megyei rendőrfőkapitányság elvárásaihoz igazodóan továbbra is mindent meg fogunk tenni az eredmények javítása érdekében. Én még egyszer megköszönném minden fórumon nyújtott támogatást, úgy gondolom, hogy próbálom én is képviselni a rendőrséget, ahol csak lehet, és reméljük, hogy a következő esztendőben még pozitívabb képet fogok tudni majd festeni. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítését kapitány úrnak. Főkapitány úr kíván-e? Tessék parancsolni. Te polgármester úr, csak kapitány úr, amit felkonferált, én azt kérem a polgármester úrtól, a képviselőtestet, hogy bátran kell kritizálni a rendőri munkát, hiszen azt gondolom, hogy a kritika viszi előre a rendőri tevékenységet. Kapitány úr nem erre gondolt, hanem a kevésbé jogkövető állampolgároknak a kritikájára. De én arra kérek mindenkit tényleg, hogy őszintén mondja el a véleményét, hiszen ebből tudunk építkezni. Jól látható, hogy nagyon fiatal rendőri állomány van kapitány úr mögött, ő maga is fiatal személyiség. És én polgármester úrral a testületülés előtt beszéltem, hogy nyilvánvalóan április-május hónapban szeretném rendezni az ő későbbi sorsát is, hogy megbízott kapitányként más beosztásban, vagy kinevezett kapitányként tudja a jövőben szép városokat szolgálni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A kérdés van, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a kiegészítést, hozzászólást. Tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom a napirendet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Pánt Ildikó képviselőasszonynak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtestület, kedves vendégeink, tisztelt televízió nézők, én is külön szeretném köszönteni megyei kapitány urat és a helyi megbízott kapitányság vezetőjét. Minden évben tudva levő, hogy a települési önkormányzat tárgyalja közbiztonság helyzetét, értékeli az elmúlt évet. Így kerül sor erre a mai napirend keretében, és így került sor erre a bizottsági szinten, amelynek jelenlegi elnökeként néhány gondolatban kívánok
az elhangzottakkal, illetve az előttünk lévő testületi tagok előtt lévő beszámolóról néhány gondolatot elmondani. Az értékelést inkább így mondanám, áttekinthetőnek, érthetőnek és mindenre kiterjedőnek tartom. Részletes áttekintést ad a személyi állományról, annak alakulásáról, a bűnügy helyzetéről értékelve statisztikák tükrében, és természetesen meghatározva a 2013. évi feladatot, amely azt hiszem, hogy nagyon fontos minden szervezet életében. Értékelem a beszámolóban a kapitány úr köszönetét, a települési önkormányzat, annak vezetője, városvezetői, és nagyon értékelem, amikor ilyen mondatot olvashatunk, a város becsületes állampolgárai felé. Köszönet, nagyon fontos. Nagyon sokat tudnak segíteni, és akarnak is segíteni, mert mindannyiunk közös érdeke. Ő is tudja azt, amit mindannyian, hogy a feladatokat csak együttesen a városvezetés, a kapitányság és természetesen a lakosság közösen oldhatja meg. Ebben mindenkinek sajátosan megvan a maga feladata és tennivalója. Értékem el a beszámolóban azt is, hogy nyit az intézmények, a civil szervezetek, társintézmények felé kapcsolattartást nagyon fontosnak tartják egymás irányába, vagy tartja. Nagyon fontos ez is. Fő célkitűzés a 2013. évre. Ezek, hogy úgy mondjam, visszatérően jelenkező feladatok, amelyet mindig jobban tenni akarnak és tesznek is. A nyomozások gyorsítását, a betöréses lopások elleni határozott fellépést, a gyermek és időskorúak sérelmére elkövetett cselekmények visszaszorítását, fenntartani a közterületen való jelenlétet, mert ugye ezt is mindig elmondjuk, hogy az emberek nagyon szeretik, hogyha látják a közterületen a rendőröket, a járőrkocsit, természetesen nem mindenki szereti, de akik szeretik, azok pedig örülnek neki. És ami nagyon fontos, hogy a hit visszaadását a rendőrség felé, mint ahogy megyei kapitány úr is említette, hogy fiatal az állomány, tehát személyiségükben nagyon fontos, hogy erősítsük őket, ha arra érdemesek, és esetleg, hogy úgy mondjam, véleményt, kritikát megfogalmazva, ha esetleg arra kevésbé alkalmasak. Szó esik a térfigyelő kamera rendszer működtetéséről is, ez is fontos, azt hiszem. Ami gondként fölvetődött a tájékoztatóban is, a lopás, betöréses lopások számának növekedése, szó esett erről is, ebben is azt hiszem, hogy közös feladataink vannak, de legfontosabb a rendőrség feladata és megelőzés. Ebben természetesen szoros összefüggés van az emberek körülményeinek ilyen-olyan alakulása, de arra mindent fogni nem lehet. Minden esetre mindent meg kell tenni a magántulajdon védelméért, mint ahogyan ezt már elődeink, nagykirályaink megtették, és ez azt hiszem mindenki így igényli. Természetesen ebben mindenkor partnerként találkoznak ők a polgárőri egyesülettel, a mezőőri szolgálattal és a városgondnokság szakembereivel. Én személy szerint még szeretném elmondani a beszámolót néhány gondolatban összegezve. Nagyra értékelem a megbízott kapitány úr személyében, hogy jelenlétével megtiszteli valamennyi városi rendezvényünket. Mindenütt ott van, és képvisel egy szervezetet, és ugyanakkor felénk is erősítést ad abban, hogy rendezvényeinken közösen azokkal a feladatokkal, amelyet az önkormányzat felvállalt, azonosulni tud, és maga területén teszi a dolgát. Én a beszámolót elfogadásra ajánlom, és továbbiakban eredményes jó munkát kívánva, természetesen azzal a segítséggel, amelyet mindannyian a magunk területéről megadunk számára. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, képviselő asszony, hozzászólását. Minden gondolatával teljes mértékben egyetértek, és örülök, hogy az egész beszámolóra kiterjedően értékelte és mondta el a véleményét. Köszönöm szépen. Andrássy András képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Nekem néhány kérdésem a kapitány urakhoz lenne. Először is, hát valóban üdvözlendő, hogy látványosan javult a rend a városban az utóbbi időben, és hát ha ez fönntartható is marad, nagyszerű lenne. Kérdésem, hogy az a 34 fős készenlét is csapat, amelyik itt a körzetben van rendelve, meddig tud jelen lenni? Nyilvánvalóan az ő jelenlétük hathatósan hozzájárul ahhoz, hogy az elfogások száma, az előállítások és maga az utcai rend az ilyen szinten legyen, mint most. 34 fő, ha jó az információ, mennyivel vannak jelen a készen, nem jó. Nem baj, fognak nekem segíteni pontosan, hogy ez hány fő. De nagyságrendileg szerintem nem tévedek. Tehát ez a készenlét és alakulat nyilvánvalóan komolyan hozzájárul a rend fönntartásához. Ha őket elvezénylik, képes lesz-e a kapitányság továbbra is ugyanilyen szinten fönntartani a rendet, és ugyanilyen szinten biztosítani az állampolgároknak a napi biztonságos élhetőségét. Továbbá másik kérdés, tudnának-e abban most így hirtelen válaszolni, hogy egy például egy járőrautónak hány kilométer a futás lehetősége egy hónapban, tehát amire lehetősége van, és itt nem a nyomozókhoz rendelt gépjárműre gondolok, hanem a járőrautóra. Így első nekifutásra talán ennyi lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sok nekifutás nem lesz, képviselő úr, most kellett volna csokorba gyűjtenie a kérdéseit. Van-e másnak még kérdése, és akkor valóban egy blokkban lehetne válaszolni is ezekre a kérdéseket. Dr. Lukács László képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők, tisztelt kapitány ura. Én remélem, hogy megfogalmazom a kritikámat, bár majd érteni fogják, ez a kritika nem önöknek szól. Remélem, nem leszek ennek a egyébként jogszerű intézkedésnek a kárvallatja, amit említettek a legelején. De a viccet félretéve, az előttünk álló összefoglaló és beszámolóval kapcsolatosan én nagyon örültem, amikor olvastam, hiszen nem azokból az előző, hát gyakorlatilag két évben használt panelokból építkezett, amik voltak. Tehát az előző két évben direkt figyeltem, hogy mik azok, amik a változások. Nagyon-nagyon kevés helyen változottak, nyilván számszerűség, illetve nagyon keveset egyediesítették a beszámolót. Ez a beszámoló, ez mindenképpen egyedinek mondható ebben az esetben. Azonban a másik, amire még mielőtt rátérnék a lényegére, amit szerettem volna kiemelni, hogy, és ezt értsék kapitány urak is, a kritika nyilván nem önöknek fog szólni, hiszen egy szervezeti kritikába, egy szervezeten belüli irányítási, szakmai irányítási kérdésbe mi nem tudunk beleszólni. Ezek önökre vonatkoznak az adott feltételek mellett, emberi állomány mellett, a képességükhöz, az esküjükhöz, a fogadalmukhoz képest a legjobban teljesítenek. Ezt én úgy gondolom, minden állampolgár így gondolja. Ami viszont kritizálható, az az ehhez való hozzáállás, és az nem önöknek a feladata. Én azt írtam le magamnak a papírra rögtön a legelején, hogy amikor ezt átolvastam, hogy Karcegés környéken rosszabban teljesít. És rosszabban teljesít, mert a számok azok bizony azt mutatják, hogy 2011 és 2012 között egy igen komoly számszerű növekedés van a bűncselekmények számában. Ismerjük a legelején elhangzott, és azóta már unásig hajszolt Pintéri mondat, hogy két hét múlva rend lesz, láttuk, nem sikerült, nyilván ez egy botlás volt ezt kijelenteni. Viszont annál aggasztóbb, hiszen mindannyian itt élünk, ami ugye a városban folyik. Csak egyszerűen a képleteket felvázolva, az összes bűncselekmények száma 684-ről 916-ra emelkedett, ez számszerűsítve, hogyha számok nyelvénél maradunk, 33%-os emelkedés. Ezek közül talán a legtragikusabb eredményt, az 57%-os emelkedést egyébként a majdnem legjobban fájó vagyon elleni bűncselekmények jelentették. Csak betöréses lopásból 75 helyett, annak duplája 152 darab volt a kapitányság területéhez tartozó városokban, illetve településeken.
Ezzel sajnos ugye ellentétes, amit szintén a bőrükön éreznek a helyi lakosok, az, hogy a kiszabott bírságok viszont növekedtek 2011 és 2012 között. A 2 millió 800 ezer forint nagyságrendű kiszabott bírság 2012-ben már 6 millió 50 ezer forintra növekedett. Én úgy gondolom, hogy ez sajnos a központi kommunikációval, a kormányzati kommunikációval egybevág, hiszen minden áron arra törekszik a kormány is, hogy akár bírságok, akár megszorítások árán az egyébként a magyar belügyekbe kívülről állandóan beleszóló, beleavatkozó külföldieket kiszolgálják, nekik minél több pénzt juttassanak. Tehát ez szintén nem a rendőrségnek a szakmai kritikája. Ennek az egyik eklatáns példája, különben ennek a felfogásnak a már előtte hivatkozott karcagi híradó fideszes újság. A leghátsó oldalon a karcagi közrend, a környékbeli közrend megszilárdítása kép egy autóst igazoltató rendőrt mutatnak. Nyilván nem azt, amikor bilincsben visznek el valakit, hogy példát statuáltunk, elfogtunk egy bűnözőt, hanem igazoltatják. Nyilvánvalóan az igazoltatás jogszerű, de mondjuk ez körülbelül azt ábrázolja, hogy mondjuk a gyorsajtót megbüntetik. Úgyhogy jól látszik, hogy hol van az a hangsúly, hol van az a nyomáspont, amin a Fidesz megközelíti, vagy a kormány megközelíti a közbiztonságnak a kérdését. Ezen túlmenően viszont lenne egy szakmai kérdésem is, ez pedig nem más, mint utóbbi időben azért böngészve a számokat is én azt láttam, hogy, és ez a kérdés, hogy mennyire megoldott az állományi helyzet, hiszen én úgy értesültem, hogy az utóbbi időben talán Karcagról 2, Kisújszállásról 3 közbiztonsági feladatot, vagy hát közterületen feladatot ellátó személy kérte az áthelyezését, hogy kapitány úr emellett biztosítottnak látja egyébként ezt a közterületen való megjelenést, vagy egyébként ezek a számok adott esetben nem igazak. Ez lett volna a kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mert csak annyit hogy fűzek hozzá, hogy képviselő feszelgette itt a statisztikai adatokat. Én például csak azokban a statisztikákban hiszek, amit én magam hamisítok, mondta egy klasszikus, erről ennyit. A büntetések mértéke, hát hogy nagyobb összeg folyt be, valószínűleg több bűncselekményt vagy szabálysértést derítettek föl a rend őrei, és ebből adódhat ez a növekedés. Azt pedig külön köszönjük, hogy a fideszes újságot tetszett reklámozni az előző percekben. Van-e további kérdés? Karcagi Nagy Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt kapitány urak. Teleki kapitány úrhoz szeretnék fordulni a kérdésemmel, hiszen én is részt vettem azon az idegenforgalmi és társadalmi kapcsolatok bizottságülésén, ahol kapitány úr a beszámolóját megtartotta. Megismerhettük a beszámoló írásos anyagát, amely rendkívül szakszerű és nagyon jövőbe mutatónak érzem. Ehhez külön és a tagadhatatlan eredményekhez is külön szeretnék gratulálni kapitány úrnak. A bizottságülésen körzetemet érintő kérdéssel fordultam kapitány úrhoz. Megmondom őszintén, ott már meg is válaszolt rá, de én szeretném a testületi ülés nyilvánosságát, a televízió nyilvánosságát is kihasználni ezzel a dologgal kapcsolatosan, hiszen körzetemet érintő nagyon fontos dologról van szó. Régóta szorgalmazom a Füzesgyarmati út és a Vasútút kereszteződésének a balesetmentessé tételét. Ezt szeretném kérdezni kapitány úrtól, hogy van-e valami elképzelés a bizottságülésen ezzel kapcsolatosan elhangzott javaslat. A másik, szintén egy nagyon régi veszőparipám, közeledik a jó idő, bár még most nem sok jelét látjuk a városban, hiszen mindent hó takar szinte, de mihelyest elolvad az a hó, és mihelyest egy kicsit jobb lesz az idő, bizony elindulnak a kedves járművezetők autóval, motorral, zúgatják, bőgetik, mint az őrült autópályának látják a város útjait, veszélyeztetve a gyerekeket, az időseket, nem beszélve az éjszakai motorzúgatásokról, meg stb. Tehát ezt a kérdést is föltettem kapitány úrnak, amire szintén javasolt viszont válaszában egy dolgot. Én ezt szeretném megkérdezni, vagy megkérni, hogy itt is hangozzék el, amennyiben van erre lehetőség. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen a kérdéseket. Van-e további kérdés? Főkapitány úrhoz, vagy kapitány úrhoz? Kovács Sándor képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt főkapitány úr, megbízott kapitány úr, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, mielőtt a kérdést feltenném, én is meg szeretném azt jegyezni, hogy örvendetes változások mentek végbe a megyei rendőrség, és utána a karcagi rendőrkapitányság
munkájában, felfogásában, a bűncselekmények felderítéséhez való hozzáállásban. Én azt láttam, hogy amit joggal kritizáltunk évekkel ezelőtt, és kicsit úgy éreztük állampolgárokként, hogy a rendőr láthatatlan az utcán, ha valami bűncselekmény történik, akkor inkább elnézést, olyan érzésünk volt, hogy inkább félrefordulnak, inkább nem vesznek róla tudomást, nem vállalják fel a konfliktust. Én úgy érzékelem, és ezt Karcagon ennek látható jele van, a megyében is sok helyen, hogy a rendőrök, ugyan fiatal az állomány, de a határozott fellépés, a határozott cselekvés nyomon követhető. Nagyon jó volt az, hogy a készenléti rendőrség megjelent a megyében. Nagyon jót tett nem csak a közbiztonság helyzetének, de az állomány, a fiatal rendőri állomány is láthatott, határozott, keményen fellépő rendőri intézkedést. És azt kell mondanom, hogy a statisztikákban meg fog látszani, mert meg kell látszani annak a felderítések, a befejezett igazoltatások, a befejezett akciók keretében is, hogy sokkal hatékonyabb, sokkal határozottabb munkát tudott végezni a helyi állomány is a készenléti rendőrök segítségével. És hát nem szeretném azt megkérdezni, hogy mikor mennek el és mikor jönnek legközelebb, mert ne adjunk tippeket a bűnözőknek, hogy mikor lehet egy kicsivel szabadabban dolgozni, de nagyon jó, hogy itt voltak, és mindenképpen a felső vezetésnek, a rendőri felső vezetésnek is mindenképpen jó üzenet az, hogy több rendőrrel többre megyünk. Ezt mindenképpen meg kell lépni, és nagyon örülnék neki, hogy minél többet és minél hosszabb ideig tudnának itt lenni a készenléti rendőrök, akár néha egy-egy hétvégére is, mert sokat jelent a bűnüldözésnek, és sokat jelent a lakosság relatív közbiztonság érzéséhez. Itt elhangzott pár dolog, én segítenék, mert elhangzott, hogy mennyi rendőrautó futás lehetősége egy hónapban. Ez egy nagyon érdekes kérdés, én gyorsan számolást végeztem. Ha autópályán megy, mennyi lehetősége van menni egy hónapig egy autónak? Autópályán megy 130 km-es sebességgel, akkor 93.600 km-t tud megmenni, ha lehetősége van ennyire. Hogy mennyit megy igazából, ezt nem nagyon lehet tudni. A másik dolog, hogy a környéken rosszabb a közbiztonság helyzete. Egy dolog, hogy mennyit derítenek fel a rendőrök, egy dolog, hogy mennyi bűncselekmény válik nyilvánossá. Mert másabb az, hogyha a lakos azt mondja, hogy ellopták az egyik egy kunyhómat, vagy elvitték a kerti kunyhóból a szerszámokat, és inkább feljelentésre teszek, mert úgyse fog kiderülni. Vagy mint a legutóbbi karcagi példa is, a sorozatos kunyhó feltörések után érdemes volt feljelentést tenni, mert elfogták a sorozatos kunyhó feltörőket. És ez egy nagyon jó üzenet. És a statisztika egy dolog, aki csak a statisztikát olvassa, és nem él kint az emberek, a lakosok között, az tudja, és akár be is csaphatja a statisztika. Az igazából az számít, egy bűncselekmény elkövetésre kerül, a bűncselekményről tudjon a rendőrség, és a bűncselekmény minél hamarabb felderítésre kerüljön. Ez a lényeg. És hát ilyen dolog, hogy sok a bírság. Ha képviselő úr, pucskázok dr. Lukács László György, mert kaptam egy ilyen papíros segítséget, úgy majd a képet oda rajzol. Ha valakinek az a probléma, ha járt volna ön a városházán hétfői és keddi napokon, ezen a héten, a múlt héten, az előző héten, és látta volna azokat az embereket, akik a bírságra panaszkodtak. Én nem tudom elképzelni, hogyha vette volna fáradtságot, hogy ezt a dolgot feltette volna. A bírság azért szaporodott meg, mert a rendőri állomány bizonyos körökben, bizonyos részeken sokkal határozottabban lép fel, mint annak idején New Yorkban a zéró tolerancia. A legkisebb szabálytalanságot, legkisebb szabálysértés sem tolerálja. Egy darab szemétnek az eldobását sem, amit normális ember, becsületes ember, mint ahogy Pánti Ildikó képviselőtársunk is mondta, becsületes állampolgár nem tolerál. A rendőrség sem tolerálja. Az sem, hogyha felrúgnak egy kukát, az sem, hogyha szabálytalanul az út közepén sétálgatnak. A rendőrség ezek
ettől az időktől fogva nem tolerálja. És hogyha ezért bírságot szab ki, megláthatja a képviselő úr, hogyha bejár akkor is a városházán, amikor nem önkormányzat ülés van, hanem egy szimpla fogadóra, erről polgármester úr és alpolgármester úr nagyon sokat tudna mesélni, hogy kik panaszkodnak erre a bírságra. És hát nagyon tetszett, amikor meg egy újságban egy autót igazoltattak, és megállapította, hogy azok biztos nem bűncselekményt követtek el. Ez biztos egy ilyen ügyvédi dolog, hogy már egyből védi az autós igazoltatást. Honnan tudja a képviselő úr a fényképről megállapítani, hogy nem egy utazó bűnözőt igazoltattak, nem egy potenciális körözöttet igazoltattak. Ő már egy fénykép alapján, ha valaki autóval közlekedik, az csak becsületes ember legyen. Ön ennek az autósnak nem kirendelt ügyvédje. A rendőröknek igazoltatni kell, meg kell állítani az autóst, akár a városon belül. Velem is előfordult. Papírjaim rendben voltak, alkoholt nem fogyasztottam, jó utat kívántak, és én meg voltam nyugodva, hogy a rendőrök az út mellett vigyáznak azokra az emberekre, akik normálisan, jóba és becsületesen járnak. Igazoltatják azokat, akik nem. Én köszönöm az eddig elvégzett munkát, és azt kérném megyéfőkapitány úrtól, megbízott kapitány úrtól, hogy így tovább, és ha lehet, még határozottan lépjenek fel, mert az az idő elmúlt, amikor ennek az országnak egy gyenge, határozatlan rendőrségre van szüksége. Most már egy erős, határozott, magában bízó és a becsületes állampolgárokat segítő és szolgáló rendőrségre van szükségünk, és én azt látom, hogy az elmúlt időben ilyen elmozdulás történt. Tehát jó munkát kívánok Önöknek! Köszönöm szépen! Van-e még kérdés, tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselőtársak? Kérdés? Dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr. Én az előttem szólóhoz szeretnék egy pár, hát igazából lehet kérdésként is feltenni ezt. Itt mindenki azt mondta, hogy a helyszíni bírságolások száma, mindenki azt vélelmezte, hogy a helyszíni bírságolások száma növekedett. Akkor bemondom az adatot, hogy esetleg képviselő is tudja, ha már az anyagot nem sikerült elolvasni, vagy nem sikerült áttanulmányoznia. 512 volt 2011-ben a száma, 458-ra csökkent, és ehhez képest 112%-kal emelkedett a beszerzett bírságnak az összege. Az, hogy ki szedi, hogy szedi be, én úgy gondolom, itt nem arról van szó, hogy az emberek többet szabálytalankodnak, és a rendőrök többet vannak ott, több pénzt szednek be, ezt úgy hívják pénzbehajtás. Semmi más neve nincs. És úgy gondolom, képviselő, hogyha esetleg ön is valóban nem csak akkor járna be ide a városházára, amikor egyébként testületi ülés van, hanem előtte is esetleg elolvasná ezt az anyagot, azt hiszem a 11. oldalon, meg nem mondom, hanyadik oldalon volt, itt van a táblázatban, ki lehet belőle olvasni, de úgy gondolom kapitány úr is meg tud ebben erősíteni majd, hogy ez bizony, ez az adat így van. Tehát itt most önök tévedni tetszenek, nyilvánvalóan mellé lehet magyarázni, meg lehet itt politikai lőzumokat mondani, meg védeni a mundérbecsületet. Kérem szépen, a közbiztonság rosszabb, mint az előző évben. Ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Molnár Pál képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót, tisztelt képviselőtestület, tisztelt kapitány úr, főkapitány úr. Annyit mindenféleképpen hozzá szeretnék ezen a napi rendi ponthoz tenni, hogy országosan is nagy változások voltak, mikor is Pintér úr lett a miniszter, megyei szinten is óriási változások voltak, és én személy szerint is úgy érzem, hogy városi szinten is nagy változások vannak, mióta kapitány úr, vagy megbízott kapitány úr irányítja a rendőrséget. Én sem foglalkoznék a statisztikákkal. Lehet vitatkozni, vitatkozhatunk is rajta akár estig, viszont az egy vitathatatlan tény, hogy több rendőr van az utcán, több rendőrt látok mozogni, többször találkozok rendőrautóval, és ez bevallom őszintén jogkövető állampolgárként, és magam a tisztességes állampolgárnak tartva, nyugalommal tölt el, amikor olyan randalírozó embereket igazoltatnak, amelyekkel korábban nem foglalkoztak. Milyen rendőrség is volt korábban? Kérem szépen, ha megláttak egy bicikli tolvajt, inkább elfordultak, mert tudták, hogy ebből csak problémájuk lesz. Ehelyett a tisztességes tüntető embereket mentek kiverni. Volt erre példa az országban. Ez volt a kiindulási pont. Ehhez képest óriási fejlődés van a rendőrség állományában, mind országos, mind megyei, mind pedig helyi szinten. Láthatjuk, hogy technikailag is megerősítésre került a rendőrség állománya. Nagyon jól együtt tudunk működni a
rendőrséggel, az által irányított mezőrség pozitív visszajelzéseket mond, minden esetben sokkal hamarabb kimennek a bűncselekmények helyszínére, amely szintén egy erőrelépés. Korábban 2-3 óra vagy akár volt, hogy fél nap után sem találtunk rendőrt, most egy fél órán belül legkésőbb is ki tudnak jönni a helyszínre. Természetesen ez nem csak az országos és megyei változásoknak az eredménye, hanem annak a eredménye is, hogy kapitány úr sokkal jobban odafigyel ezekre a dolgokra. És nekem az lenne a javaslatom, és azt kérném a képviselőtársaimtól is, meg Karszakváros lakosságától is, hogy legyünk türelemmel. Kapitány úr nem régen teszi a dolgát, én úgy érzem, egy agilis karcagi fiatalember, egy fölkészült fiatalember van megbízva a karcagi kapitányság vezetésével, és ezt főkapitány úrnak is mondom, hogy legyen türelemmel kapitány úr irányába, mert én úgy érzem, hogy jó úton halad, bízom benne, hogy ez a lendülete nem törik meg, és nem csak megbízott, hanem kinevezett rendőrkapitánya is lesz Karszakvárosnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. Kovács Sándor képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Igazából már én szeretném rövidre zárni ezt a dolgot, hiszen minden lényeges dolog elhangzott a rendőrség új irányvonaláról, arról, hogy pozitívak a lépések. Egy dolgot elfelejtettem még mondani megbízott kapitány úrnak. Én tudom azt, hogy nem csak mint parancsnok, hanem ha intézkedni kell, személy szerint is intézkedik, és ez jó példával jár elő, és példát mutat az állománynak is, tehát olyan jellegű vezetőkre, parancsnokokra van szükség, akik intézkedni is tudnak, meg is tudják csinálni azt, amit követelnek az állománytól. Én főkapitány urat is így ismertem, és ilyen rendőri vezetőkre van szükség, akik meg is tudják csinálni azt, amit követelnek. A másik dolog, dr. Lukács László György képviselőtársamnak mondanám, hogy a kérdést intézett hozzám nem véletlenül, én nem vagyok egyenruhába, a rendőrség szakemberi vannak egyenruhába, tehát a kérdések és a napirendi pontok az övék, de próbálok önöknek megválaszolni, tehát én nem vagyok rendőr. De azt a kérdést tette fel, hogy ez a helyszíni bírságok és a bírságok száma nőtt. Az utóbbi egy hónapban körülbelül 40 ember panaszkodott, személy szerint nekem is, polgármester úrnak, alpolgármester úrnak pedig, körülbelül egy fogadó órán 50-en jönnek be csapatostól a város egyik részéről, a másik részéről. Akkor ön még plusz az egy, aki ezekre panaszkodik, és én azt gondolom, hogy nem csak egy jogásznak nagyon szép dolog, hogyha jogvédelemmel is foglalkozik, én javaslom neki, hogyha ilyen indítatása van, akkor jöjjön be ide ezekre a fogadóórákra, és biztosítson ezeknek az embereknek, ezeknek a karcagi állampolgároknak jogvédelmet, akik panaszkodnak a rendőrségre, hogy megbüntette őket szemetelés, az út közepén való sétálás nélkül. De hát, mint ahogy mondtam, hogyha végighallgatna a képviselő úr, én is türelemmel végighallgattam önt. Tehát azt mondom, hogy ezek az emberek panaszkodtak eddig az utóbbi egy hónapban a megsűrűsödött rendőri intézkedésre is ön. Tehát vannak még egyel többen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. András András képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Kérdés. Mondtam, hogy lesz még, de sose hisz nekem, polgármester úr. Majd megszokja. Tehát a következő még kérdezni. Majd megszokja a polgármester úr, hogy vannak kérdéseim. De most utoljára ebben a témában. Ebben a témában lesz kérdésem, igen, és jeleztem, hogy utoljára. Még lesz kérdésem. Utoljára. Ma. Tehát kérdésem a következő. Kapitány úr, tud-e esetleg tájékoztatást adni arról, hogy a városunkban tervezve van új kapitányság építése? Erről már jó ideje nem kapunk információt, hogy áll ez, mint áll ez. Polgármester urat kérdeztem, ő annyit mondott, hogy jelen pillanatban nem tud konkrét információt adni. Megyei szinten van-e már erre valamilyen információ, hogy ez hogy áll, mikorra valósulhat meg, mert ugye itt egy döntés van, hogy ez meg fog valósulni, és hogyan áll egyáltalán ez a projekt, úgymond. Köszönöm szépen a lehetőséget. Van-e további kérdés, tisztelt képviselőtestület? Jelentkezést nem látok. Megadom a válaszadásra lehetőséget kapitány úrnak. Köszönöm a szót.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, röviden és gyorsan, hogy ne tartsam föl a testületi ülést. Pánti Ildikó képviselőasszony szavait megköszönve az egész állomány nevébe. Nem az én értemem, úgy gondolom, hogy egy csapat van mögöttem, ő nélkülük ez nem menne. Én csak egy fő vagyok közülük. Andrássy András képviselő úr interpellációjára válaszolva, nem 34 fős készenléti rendőrség van jelen a városban, hanem 0 fő. 0 fő. Karcagon, igen, Karcagon nem volt jelen készenléti rendőrség. 18 fő készenléti rendőrség van a rendőrkapitányság illetékességi területére vezényelve a három veszélyeztetett települése, Kunmadaras, Kunhegyes és Kenderes. Karcagon azért láthattak készenléti rendőrt, mert itt voltak elszállásolva egy ideig. Karcagon nincs készenléti rendőrség. Olyan előfordult, hogy hétvégén razzia fokozott intézkedés keretében Karcagot is érintve jelen volt a készenléti rendőrség az én irányításommal minden esetben. Az, hogy meddig lesz itt a készenléti rendőrség a illetékességi területünkön egyelőre nem tudjuk, ameddig vannak, örülünk nekik. De én a kollégáknak is elmondtam, hogy ez mindörökké nem fog tartani, és a mi munkánkat ők nem fogják elvégezni, de nyilván ez nagyon jó az egész kapitányságnak. Tehát a Karcag város rendjének a fenntartásában a készenléti rendőrség nem vesz részt. Ez a karcagi állomány, amit látnak, aminek a változás köszönhető. Járőrautó, nincs kilométer futás korlát. A járőrautó oda megy, ahova szükséges, ahova kérik, és annyiszor egy nap, ahányszor kell. Az új kapitányság építéséről majd főkapitány úr fog válaszolni. Dr. Lukács László képviselő úrnak válaszolnék. A kiszabott bírságok növekedtek, ugye azt tetszett mondani, a bírság összegek, igen, a bírság száma pedig csökkent. Törvényi változás történt április 15-én, hatályba lépett 2012-ben a 2012-i 2-es törvény, az új szabálysértési törvény, ahol megemelkedtek a bírság összegek. Tehát ez az oka annak, hogy a kevesebb bírság nagyobb bírság összeget mutat. Az állomány helyzete megoldott. Azt tudni kell, hogy az állományban mindig is volt létszámmozgás, mióta én rendőr vagyok, és mindig is lesz. Mindig vannak olyan kollégák, akik csak egy állomásnak tartják a karcagi rendőrkapitányságot, mert esetleg más helyről, mondjuk Püspökladányban laknak, és Budapestről ez a könnyebb hely, hogy először ide jönnek, mert esetleg ott nem tudják fogadni, és csak arra várnak, hogy ott mikor ürül egy hely, és már is mennek haza. Nyilván mi föl fogjuk tölteni a megüresedett státuszokat Karcagi Nagy Zoltán képviselő úrnak, és megköszönném a szavait. A bizottság ülésen a vasút, Gyarmati út kereszteződésében lévő baleseti helyzetet már elemeztük. Akkor tettem javaslatot, hogy a Baros utca, ami önkormányzati út, oda egy fekvő rendőrt lehetne telepíteni. A másik, a Gyarmati út, ugye az a közúté, nyilván lesz egy felújítása, azt is beszéltük, mert a kamionok teljesen tönkre vágták itt a vasúti építkezés során, és amennyiben megoldható lenne a felújítással egybekötve is oda, hogyha egy fekvő rendőrt, mint amit a négyesen a körforgalmak előtt látunk, nem olyan gyorsan tud kihajtani a Gyarmati úti kanyarból, a VGV-től, akkor az nyilván visszavetné a sebességét, és akkor egy picit észhez térne, mert hát ott a sárga lámpa villog. Még egy másik megoldás lenne természetesen a jelzőlámpa, de az úgy gondolom, hogy sokkal költségesebb. A motorosokról szintén ejtettünk szót, ott az a javaslatom volt, hogy amelyik önkormányzati út itt a városon belül, természetesen megvizsgálva ennek, hogy nem ütközik valamilyen jogszabályba, és még én sem értem oda, és ezt nézzék el nekem, arra kérem önöket. Egy behajtani tilos táblát esetleg a motorosoknak is, akkor már is jobban tudja a rendőrség szankcionálni, de éppen egy eklatáns példát hoztam, hogy előtte egy héttel 50 ezer forintos helyszíni bírságra büntettük azt a motorost, akit én állítottam meg ott, mert nem volt a rendszámtáblája fölrakva, nyilván azért vette le, hogyha a rendőr akar menni, utána ne lássa. Csak hát beleszaladt a csőbe, mert este 8 órakor még éppen ott álltam a áruház sarkánál. Kovács Sándor képviselőnek is megköszönöm azt a támogatást, amit nyújt a rendőrség munkája irányába, és a köszönő szavait.
Ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy csak a köszönet nyilvánítást tudom én is kifejezni. Molnár Pál képviselő úr, köszönő szavait is megköszönöm, és itt megköszönném még egyszer a mezőrség, polgárőrség segítségét a rendőrség irányába. Tegnap este olyan 7 óra körül a Vágóhídon találkoztam a mezőrrel, amiközben 3 rendőr velem volt a kocsiban. Azt hiszem, hogy Mészáros László. Megkérdeztük, hogy mi újság, lopják-e a fát, mondta, hogy meddig van ott. Tehát tudomást szereztem konkrétan, hogy esetleg mik azok az idők, amikre még jobban figyeljünk. Beszélgettünk, információt cseréltünk, úgyhogy én is úgy látom, hogy egy pozitív elmozdulás van a mezőrség, a polgárőrség és a rendőrség között, és köszönöm a támogatást. Illetve megköszönném még egyszer az önkormányzat által nyújtott egy fő segítséget, amit a rendőrségnek biztosítanak, és erre a jövőben is számítani fogunk. Hogyha kielégítő a válaszom, akkor ezzel befejezném. Köszönöm szépen, és átadnám a szót a főkapitányomnak. Köszönjük szépen, főkapitány úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. 2 dologra szeretnék röviden reagálni. A készenléti rendőrség. A készenléti rendőrség megerősítő erői addig lesznek a harcagi rendőrkapitányság területén, ameddig arra szükség van. Nyilvánvalóan másként kell azt szemlélni, amikor itt állomásoznak, és ide vannak elszállásolva, ez egy nagyon költséges forma, szeretném leszögezni nyilvánvalóan, és megint másod, amikor vezényelve vannak. De én minden hónapban ilyen vezénylésekre, ilyen igényeket benyújtok természetesen Budapest felé, és az a mi részünk, a kapitány úr része, a megyei rendőrkapitányság vezetésének a része, hogy hova, mennyi rendőr tud ebből biztosítani. Szeretném azonban leszögezni, hogy készenléti rendőrség után is van élet, mert azért van itt ez a fiatal rendőri állomány. Azért van többek között a megyei rendőrfőkapitányságnak a Tisza mélységi, területi, közületi támogató eredsége, illetve a megyei forgalomvezetőosztály állománya, akik rá segítenek szükség szerint, amikor gond van, vagy biztonsági deficit van egy-egy kapitányságnak az illetékességi területén. A kapitányság, vagy az új kapitányság épületével kapcsolatban. Én amikor 2010. december 10-én kerültem ebbe a megyébe, már akkor is fölmerült az, hogy az új rendőrkapitányság épülete. Ezt követően 2011-ben, sőt 2012-ben is beszéltünk erről, talán 2011-ben utoljára polgármesterről, vagy 2012-ben is, de szeretném leszögezni, hogy azok az elképzelések, amelyek arról szóltak esetleg, hogy valami majd egy másik épületben meg felújítani, meg különböző ráfordítással, meggyőzésem, hogy igazából nem működnek. Természetesen egy nagyon sok milliós projekt, egy új rendőrkapitányságnak a felépítése, de szeretném elmondani azt is, hogy akkor, amikor például az előzetes terveket én láttam és véleményeztem, mint fiatal rendőrfőkapitány, akkor én például megdöbbenve láttam tapasztalatomat, hogy előzetesen nem terveztek fogdát, előállító helyiséget. Hát erre azt mondtam, ez olyan lenne, mint ha csinálnánk egy szupermodern egészségügyi intézményt, és akkor nem lenne benne öltöző, és akkor majd mindenki leöltözik a folyosón. Hát azt gondolom, a 21. században már szükséges egy kisebb létszámú fogda, ezért a terveket kiegészítették. De mondanom sem kell, ennek a beruházásnak a megindítása, mivel nagyon sok millióról szól a történet, ez a belügyminisztérium fejezetébe kell, hogy megjelenjen, és természetesen mindent akkor lehet elindítani, amikor ennek megvan a fedezete. A fedezet előteremtése pedig azt gondolom alapvetően a belügyminisztérium az ország lehetőségehez mérten, amikor a rendelkezés fog állni, minden bizonyal megindul. Nekünk egy dolgunk lesz, hogy a szakmailag belakjuk, hogy kellőképpen felszerelt legyen, és itt az itteni állampolgárok érdekét szolgálja. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Kapitány úr, főkapitány úr, köszönjük szépen a válaszokat. Tisztelt képviselőtestület, kíván-e még valaki érdemben hozzászólni a beszámolóhoz? Dr. Kapucsi Lajos képviselő úrnak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt kapitány urak, tisztelt képviselőtestület. Csak azért kértem szót, mert a bizottsági ülésen is elhangzott, és a kapitány uram korábbi beszélgetések alkalmával is felszínre került a térfigyelő rendszernek a kérdéseit Karcag városába. Ő elmondta azon a bizottsági ülésen is, és korábban is, hogy ebben egy kicsit ez a város el van maradva más településekhez képest. Kérdésem tulajdonképpen nincs, csak inkább valami olyan értelemben szeretném ezt megfogalmazni, hogy ezt adjuk már magunknak feladatnak, úgy a város vezetése, mint az a rendőrség, hogy ezt a dolgot nézzük meg, hogy hogy lehet ezt megoldani. Én azt gondolom, hogy legalább a kivezető-bevezető útszakaszokra, ahol a mozgások történnek, ahol esetleg, ugye sokat hallunk a
olyan bűnözésről, amely áll, az utazó bűnözésről, igen, ami gyakorlatilag megsegítené a rendőrségnek és azoknak a munkáját, akik ezt figyelnék. Ha lehet erre a dologra, nem most, de majd valamikor térjünk már vissza, és esetleg beszélgessünk róla. Csak ezt azért szerettem volna, mert nem jött ki ezen a mai testületi ülésen, ami bizottsági ülésen viszont komoly problémaként jelent meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. Nagyon fontos témát feszegett képviselő úr, és volt is ezügyben megbeszélésünk kapitány úrral, illetve a megfelelő szakemberekkel dolgozunk ezen az ügyen, mind számában, mind elhelyezésében növelni kell a térfigyelő kamerák számát. Ezzel is biztosítva valóban azt, hogy az utazó bűnözőket könnyebben el lehessen csípni, meg lehessen fogni. Van-e további kérdés, vélemény, hozzászólás? Ha nincs, akkor lezárom a vitát. Tisztelt képviselőtestület, kapitány úr, főkapitány úr, ismételni nem akarom a korábban elhangzott pozitív dolgokat és kritikákat. Egy biztos, hogy a beszámolóval én magam nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, de azzal a munkával, amit a helyi rendőrség végzett, azzal meg még inkább. Valóban érezhetően többet lehet a rendőrség állományát látni a közterületeken, nőtt az embereknek a biztonságérzete, ott vannak, hogyha kell, megfelelő a prevenciós munkájuk is, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a városban az ilyen irányú közérzet javuljon. Nem kis feladat ez, és azt is el kell árulni, hogy természetesen nagy várakozással tekintettünk Teleki Zoltán kapitány úr munkája elé, hiszen az előző kapitány úr Szitár Ferenc egy nagyon szép utat kezdett el építeni, és Teleki Zoltán kapitány úr méltó utódja lesz meggyőződésem szerint Szitár Ferenc kapitány úrnak. Csak megköszönni tudom főkapitány úr odafigyelését, városunkra kapitány úr munkáját és az állomány minden tagjának a munkáját. Szeretném megköszönni ezt nyomatékosan, további sikereket, erőt, kitartást kívánva ehhez. És én arra hívom és hívom fel a figyelmét minden karcagi lakosnak és minden tisztelt jelenlévőnek, hogy bízzanak meg, nagyon bízzanak meg a karcagi rendőrökben. Én például így teszek, sokkal kevésbé bízok meg azokban az önkéntes rendfenntartókban, akik állítólag egyik képviselőtársunk, ahogy a szóbeszéd járja András képviselő úr szellemi atyáskodása mellett próbálkoznak mindenféle rendfenntartással, szerintem teljesen illegálisan. Mondjuk közülük került ki az a fiatal ember is, aki nemrégen az édesanyjára fogott fegyvert. Tehát ne azt a dolgot kövessék, hanem a rendőrségben bízzanak és bízzanak meg. Köszönöm szépen. Szavazásra teszem föl a beszámolót, aki el tudja fogadni, kérem, jelezze. Igen, nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Sok sikert kívánok még egyszer a rendőrség állományának. Szünetet rendelek el. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy folytassuk munkánkat. Második napi rendi pontunk, előterjesztés az önkormányzati hatáskörök átruházásáról szóló rendelettervezethez. Jogszabályváltozások teszik szükségessé ennek megtárgyalását. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Harmadik napi rendi pontunk, előterjesztés a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002 önkormányzati rendelet módosítására. Szintén egy jogszabályi kötelezettség miatt kell ezt megtárgyalnunk. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ellenkezést nem látok, szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napi rendi pontunk,
előterjesztés a Györfi István Nagykun Múzeum stratégiai tervének és küldetés nyilatkozatának jóváhagyására. Köszöntöm körünkben dr. Nagy Molnár Miklós igazgató urat. Kérdezem, hogy az írott anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése? Nincsen kiegészítése. Két határozati javaslat van előttünk. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás? Csak ismételni tudom önmagam, törvényi előírás mind a stratégiai terv, mind pedig a küldetés nyilatkozatnak a elfogadása, megírása. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk először a Györfi István Nagykun Múzeum küldetés nyilatkozatának jóváhagyásáról. Aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra, valamint a Györfi István Nagykun Múzeum stratégiai tervének a jóváhagyásáról döntsünk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Ötödik napirendi pontunk, előterjesztés a Györfi István Nagykun Múzeumnak a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázaton való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, a múzeum konferenciát kíván szervezni Szűcs Sándor néprajztudós születésének 110. évfordulójának alkalmából. Az említett rendezvény költségére szeretne pályázatot benyújtani a múzeum. Az elnyert összeg vissza nem térítendő előfinanszírozott támogatás. A támogatás egyik feltétele az, hogy az intézmény fenntartó megadja a támogató nyilatkozatát. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? 1,5 millió forintra szeretne pályázni a múzeum. Reméljük sikerrel. Nincs kérdés, hozzászólás. Szavazzunk. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Reméljük, hogy nyer a pályázat. Hatodik napirendi pontunk, előterjesztés a közoktatási intézmények egyes dokumentumaival kapcsolatos határatok hatályon kívül helyezésére. A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatályon kívül helyezte a közoktatásról szóló törvény azon jogszabályhelyét, amelyek alapján a közoktatási intézmények dokumentumait a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete hagyja jóvá. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Hetedik napirendi pontunk. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2013 évben megvalósuló parlagfűmentesítési tevékenységek támogatására benyújtandó pályázatról. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, a pályázaton való részvételhez 24.927 forint önerőbiztosítása szükséges. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Nyolcadik napirendi pontunk, előterjesztés a Karcag Kálvin út egy szám alatti 60 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. Tóthné Cinege Mária, Erkel Ferenc út 15 szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a helyiség bérlésére vonatkozóan. A bérleti díj 25.705 forint per hó plusz áfa. A pályázó elfogadja a kiírt feltételeket. Vitára bocsájtom a napirendet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 9. napirendi pontunk, előterjesztés a Karcagi laktanyában lévő 5376/37 helyrajzi számú ingatlan Németné Koszka Erzsébet részére történő részbeni bérbeadására. Nevezett egyéni vállalkozó azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a legénységi épületben 609 négyzetmétert szeretne bérelni női felsőruházat gyártásával foglalkozó vállalkozásának bővítése céljából. A bérleti díj ezen esetben 35.560 forint per hó. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 10. napi rendi pontunk, a jelentések. 14 darab jelentés található az anyagban. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Összevont szavazást javaslok. Ha tudjuk támogatni a 14 darab jelentés elfogadását, jelezzük igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 11. napi rendi pontunk levételre került. A Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázaton való részvételére. Ez a napirendi pont hasonló, mint a múzeummal kapcsolatos napirendi pont volt. Ugyanahhoz az alaphoz szeretne pályázatot nyújtani be az intézmény. Reméljük, hogy sikerrel. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben tudjuk támogatni, hogy pályázzon az intézmény, jelezzük igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napi rendek megtárgyalásának a végére értünk. Engedjék meg, hogy az április hónapi előzetes programról adjak egy rövid tájékoztatót. Április 5-én a Bögözi Pedagógusok színjátszó körének előadását láthatjuk. Műsoron Nóti Károly Szeressük egymást című végjátéka. 9-én a fiatal író költők bemutatkozása lesz a Déri Nép Kulturális Központban. 10-én Jászd újra című kiállítást rendezik meg a Madarász Imre Egyesített Ovoda szervezésében. 11-én a Költészet napi alkalmából Csatáné Barta Irén verses kötetének bemutatójára kerül sor a Csokonai Könyvtárban. Ugyanezen a napon 11-én a Nagykun Polgári Kör tart rendezvényt a Déri Nép Kulturális Központban. 18-án alapítványi meselőadást tart a Madarász Imre Egyesített Óvoda a Déri Népben. Szintén 18-án dr. Kollárné Balla Anna Szeretettel című könyvének bemutatójára látogathatnak az érdeklődők a Déri Népbe. 19-én az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kamarazenekari hangversenyére kerül sor. 26-án véradás lesz a Déri Népben. 27-én rendezzük meg a hagyományos nagykunság szépe szépségversenyt a Déri Nép Kulturális Központban. Gazdag lesz a program a következő hónapban is. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2013. április 25-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Amennyiben nincs, megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, a hivatal dolgozóinak, az érdeklődőknek, a televíziónézőknek a figyelmet, a mai testületi ülést bezárom. Mindenkinek nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok.